A magyar kormány jogi lépéseket tervez annak érdekében, hogy érvényesíteni tudja igényeit a határvédelemmel kapcsolatos költségek miatt az Európai Bizottsággal szemben. Brüsszel támogatás helyett azonban továbbra is büntetné Magyarországot. A nemrég elfogadott migráns paktum szerint az összes Európai Uniós migrációs kérelem negyedét Magyarországon kellene benyújtani. Gábor folytatja vendégével. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a vendégünk. Jó napot kívánok! Jó napot! Hadd kérdezzem még a késeléses támadásokról a németországi hatásairól. Ön szerint értik a német választópolgárok, hogy valójában milyen tanulságai vannak ennek az esetnek? Ö, az, hogy értik-e valamennyi tanulságát, ez ebbe azért nem fogadnék nagy összegbe, mert a média azért sokat torzít a személyes benyomásokon de azért 2015 óta azok a rendkívül negatív cselekmények, amelyek terrorcselekmények, köztörvényes bűncselekmények, nők elleni erőszak, nógózónák, no szociális ellátórendszerek kapcsolatos igazságtalanságok, ezek azért, azért éreztetik a hatásukat, illetőleg talán még a magyar televízióban is lehetett látni, hogy nyilatkoznak német emberek, hogy hát azért ez így nem jó, és hogy szigorítani kellene a migráción, és hogy és hát valamit azért tenni kellene, és hát a politika, mint ilyenkor általában a Nyugat-Európában azonnal ígéreteket tesz arra, hogy mostant, most már nagyon szigorúan fogjuk ellenőrizni a bejövőket, és szigorítani fogjuk a kiutasításokat, és ugye itt van, van egy nagy különbség a nyugat-európai és a magyar álláspont között, mi azt mondjuk, hogy csak az léphet be, aki politikai menedékjogot kapott. Illegálisan, okmányok nélkül, szervezett bűnözés segítségével a zöld határon nem lehet belépni az Európai Unióba. Míg az Európai Unió többsége ezt úgy közelíti meg, hogy be kell engedni mindenki, aki, aki, aki érkezik, itt kell, hogy benyújtsa a menekült kérelmét, és hát ugye aki nem jogosult politikai menedékjogra, hogy egy év alatt kiderül, azt pedig ki kell utasítani. Csak ugye azt is látjuk, hogy ez a kiutasítás, ez tíz esetből egyszer, ha sikeres. Tehát ez az alapvető különbség eléggé determinálja aztán az összes többi következményt, a lakosságban keletkező félelmeket, a közbiztonság romlását, az életetlen helyzetek kialakulását. A ja, Szolingeni merénylőtt konkrétan a németországi szabályok szerint egy eljárás végén már rég haza kellett volna küldeni, tehát ez egy fontos tanulság a dolognak. Ja, vannak arra vonatkozóan kísérletek, hogy ezt felgyorsítsák, hatékonyabbá tegyék az ilyen kitoloncolásokat. Most például nyitnak az Albán befogadó táborok, ami ugye Olaszország ötlete volt, hogy ott nézzék meg a, a rászorultságot, a valódi rászorultságot. Ezekhez mit szól az ilyen kezdeményezés? Az, az a helyzet, hogy tehát az érkezőknél semmilyen okmány nincs. 2015-ben, amikor a német kancellár azt mondta, hogy egynek itt beengedünk, aki Szíriából jön, akkor minden érkező, ezt a magyar határon is tapasztaltuk, 400 ezeren érkeztek. Megmondjuk, megmondhatjuk most is, hogy hát mindenki szériából érkezett, akkor is, ha nem tudtak aragul, és akkor is, hogyha azt hazudták, hogy ők 18 évesek, aztán közben 48 évesek voltak, tehát bizonytalanság van a személyazonosságukat illetőleg, épp ezért a kiutasítás sebből vérzik, mert először is nem tudjuk, hogy valójában kivel állunk szembe, akinek nem adtunk menedékkolc, ki kellene toloncolni. Bemondáson alapszik az ő személyazonossága, ez az egyik probléma. A második, hogy azok az országok, amit ők bemondanak, még ha igaz is, hogy annak az állampolgára lenne, nem nagyon hajlandók visszafogadni ezeket az embereket. És végül harmadszor az az igazság, hogy a, a kiutasítások technológiája, szabad ezt a kifejezést mondanom, ez nem csak azért nehézkes, mert külön ügyvédi szakterület szakosodott ezekre az ügyekre, és az emberjogi szervezetek is mindent megtesznek, hogy korlátozzák a kiutasításokat, hanem azért is, mert a kiutasítás úgy néz ki, hogy levelet küldenek az illetőnek, hogy neki ki kell utazni, tehát hogy ki van utasítva. És hát, hogyha nem kapja meg, vagy utána megpróbálják kézbesíteni, és nem sikerül, hát akkor benn marad aztán, hogy aki így ben marad, hogy hogyan élhet, hát ez a szolingeni merélőnő tudjuk, hogy élhet tovább a menekült táborba, eh, ahol ingyen ellátást és szállás lehetőséget kap, független hogy már ki kellett volna, hogy jutazzon. Vagyis ezek a megközelítések, amelyekkel, amelyekkel most ütközünk erőse, erőteljesen, különben az elmúlt kilenc évben állandóan ütköztünk ebbe az ügybe, ez, ez látható különbség az ügyek megközelítésében, épp ezért nem véletlen, hogy Magyarországot minden módon, itt a felvezetőben is elhangzott, hogy a most következő időszakban 25%-ot idehoznak azok közül, akik jogellenesen lépnek be az Unióba nem csak azért arról van szó, hogy mi őrizzük a határt, ami nem tetszik, és be akarják, rá akarnak kényszeríteni bennünket arra, hogy ne ezt tegyük, hanem engedjük be, és itt bíráljuk el a kéremüt, és utána utasítsuk ki, vagyis tulajdonképpen azt akarják, hogy hatástalanítsuk a mi határozati rendszerünket és a bevált biztonsági struktúránkat, ennek az lenne a hatása, amit 2015-ben megtapasztaltunk utcákon gyalogló gyanús külső emberek, akik próbálnak rajtunk keresztül Nyugat-Európába jutni. Ezt már egyszer kipróbáltuk, köszönjük szépen, nem kérjük. Van azért annak a határvédelemnek, amelyben a magyar kormány álláspontja, hát tíz éve most már lassan szilárd és eltökélt, hogy meg kell védeni az Európa Schengeni határait, ami hát Magyarország déli határaival egybeesnek, de ennek a költségét, de próbálja Brüsszelen legalább részben érvényesíteni, most jogi útra is terelheti a magyar kormány ezt az ügyet, <coughs> ettől lehet eredményt várni. Tehát nem csak a magyar kormánynak ez az álláspontja, hanem ebbe 2015-ben, mielőtt ezt a döntést meghoztuk, mikor a 400 ezeren érkeztek, akkor megkérdeztük a magyar embereket, hogy mi legyen. És az emberek 98 azt mondta, hogy köszönik szépen, ebből nem kérnek. Tehát itt tulajdonképpen a párt párthovatartozástól, vagy pártszimpátiától függetlenül a magyarok túlnyomó nagy többsége azt gondolta már 2015-ben is, hogy ezen változtatni kell. Most ami a, ezt a pénzügyi részét illeti, közel 800 milliárdot költöttünk az elmúlt 10 évben arra, hogy kialakítsunk egy határozati rendszert, kerítés, műszaki rendszer, megfigyelő rendszerek, rendőri katonai erők, határvadászok, jelenléte és szolgált ellátása, szállítási költségek, stb. Ebből egy filétse adott az Európai Unió, ellentétben más országoknál, ahol finanszírozták például a műszaki akadályrendszer építését. Mi nem kaptunk egy filétse, és mi úgy gondoljuk, hogy mivel ez a határ, ahogy ön is mondta, ez az Európai Uniónak a külső határa, a Schengeni határ, vagyis az itt folyott, folytatott biztonsági tevékenységünk, hatázeti tevékenységünk, ez nem csak a magyar embereket védelmezi, oltalmazza, hanem az Európai Unió belső határával rendelkező országok polgárait is. Ezért úgy gondoljuk, hogy indokolt, hogy ennek a költségeinek a megtérítése iránt Pert indítsunk, mert egyeztetések és tárgyalások nem vezettek eredményre. Csak fél percben. Mit látni most a Balkáni útvonalon? Arról jöttek hírek az elmúlt hetekben, hogy élénkül a forgalom. Így van. 13% van az elmúlt egy hónapon belül növekedés a görög szigetekre érkezés számába, és hát ugye akik a szigetekre érkeznek, azok mindegyike aztán a kontinentális Görögországba átszállításra kerül, és azonnal nekiindul a migrációs útvonalnak. É, ami a tavaly ősz óta kezdődött szebb rendőri akciót illeti, annak a terelő hatása azért még érvényesül, főleg Bosznia hercegovina Horvátország, Szlovénia, Olaszország a fő irány. Oda is települtek a bosnyák határa azok az embercsempész bandák, akik korábban a magyar határon tevékenykedtek. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy az utóbbi hetekben a magyar-szerb határon is növekedés kezdődött. Átlagosan most már naponta 30 és 70 között van az elfogott határsértők száma, vagyis fönnáll a lehetősége annak, hogy ha a szerb rendőri akció véget ért, hiszen a végtelenségig nem lehet rendőrerőket lekötni erre a feladatra, akkor újra visszatelepülnek az embercsempészek, és folytatódik az a megoldás keresés, amelynek tavaly tanulni voltunk. Bakondi György, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.